Nagyon régen nem csináltunk közösségi színházi előadást, legalábbis olyat, amit be tudtunk mutatni, olyat mindenképp. Nagyon sok energia van most ebben. Nagyon sok vágy, öröm, nagyon sok várakozás. Igen, jelentem, elkezdtük. Csak egy pár dolog, nem akarom nagyon húzni az időt. Az új előadásunknak a témája a magány. Egész nyáron reklámoztuk, hogy keresünk szereplőket, több mint 60-an jelentkeztek, és végül 13 emberrel kezdünk neki a projektnek. 13 nagyon izgalmas és nagyon különböző ember, az átlag életkor 35 év, és ami nagyon különlegessé teszi ezt az egész projektet, mind a mellett, hogy tényleg azt érzem, hogy elképesztően izgalmas, hogy elsőre azt mondanám a szereplőinkről, hogy egy világ választja el őket egymástól. Emellett azt kell, hogy mondjam, hogy ami nagyon, tényleg nagyon különleges, hogy senki nem ismeri a másikat. Tehát olyan 13 ember jött össze, akik tényleg soha nem is találkoztak egymással, nem is hallottak egymásról. Egyetlen egy ilyen projektünk sem volt még, mindegy projektünkben voltak azért barátok, ismerősök, te a sulimba jársz, stb. Stb. Itt senki nem ismer senkit. Ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy nagyon nyitott emberek. Az első alkalmon vagyunk túl. Csináltunk egy olyan gyakorlatot az első alkalmon, amit szoktunk egyébként használni, mi úgy hívjuk, hogy érzéskártyák, ahol nagyon sok érzés ki van terítve, és egy adott mondattal kapcsolatban meg kell találnod a három éppen aktuálisan rád legjellemzőbb érzést. A mondat az volt, hogy hogyan érzed magad ezzel a projekttel kapcsolatban most. És én most ezt fogom nektek elmondani, hogy mi az a három érzés, amit kiválasztottam. Az első az a büszkeség volt. És ezt nagyon fontosnak tartom. Most eltelt azóta egy este, és még fontosabbnak tartom, hogy ezt kihangsúlyozom, hogy nagyon büszke vagyok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a koma az van, hogy a koma bázis működik, hogy van a labor, hogy van egy hely Budapesten, Magyarországon, ahol úgy lehet közösségi színházat csinálni, ahogy mi azt csináljuk. Nagyon büszke vagyok rá, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozom, azok méltónak, érdekesnek tartanak engem arra, hogy velem dolgozzanak. Mert ezek egytől egyig a szakmájukhoz nagyon értő és nagyon, nagyon fontos emberek. Így nagyon komolyan veszik azt, amit csinálnak, akik tényleg hivatásszerűen csinálják azt, amit csinálnak. És ez engem büszkévé tesz, hogy hajlandóak az én vezetésemmel, vagy az én irányításommal, az én részvételemmel egy ilyen projektben maximálisan benne lenni. Muszáj őket meg is említenem, ezek a nagyon szoros munkatársaim, mint a Győrik Edit, aki majd bemutatom, de akivel most már több éve dolgozom együtt, aki a labornak a szakmai vezetője a komában, és az Editről azt szeretem elmondani mindig, mert azt hiszem, hogy ez benne a legfontosabb. Egyszer egy beszélgetésben a hitről volt szó, hogy kinek mi a hite, vagy miben hisz. Azt hiszem, ez volt a kérdés, és az Edit azt mondta, hogy ő az emberben hisz. És ez egy nehezen értelmezhető kérdés, vagy nehezen értelmezhető válasz, de ha egy picit is megismeritek majd valaha az Editet, és megpróbálok ezért tenni, akkor ez egy nagyon, nagyon a helyére kerül ez azonnal. Az Edittel elképesztően jó együtt dolgozni, az Edit nagyon tud figyelni, és nagyon tud szeretni. Oké, szóval az Edit. Nagyon fontos a Kristóf, az Anka Kristóf, akivel együtt dolgozhatok megint. Igazából azt tudom megfogalmazni, hogy az, hogy most megtörtént az első próbánk megint együtt, és a Kristóf ott ült mellettem a füzetével, meg a tollával, és jegyzetelte a dolgokat, az valami nagyon jó fajta biztonságot adott nekem, amit már rég éreztem, és nagyon izgalmas volt.
És a harmadik nagyon közeli munkatársam az meg a Tibi, a pap Tibi, aki most már egy ideje a komában dolgozik, aki szereplője volt az első közösségi színházi adásunknak, ami nyilván egy nagyon, nagyon érdekes ízt ad ennek, hogy a Tibi benne volt az első adásban, mint szereplő, és most pedig úgy van benne élete első közösségi színházi adásában, mint alkotó társ. Mindenféle technikai dolgokat segít nekünk a háttérben, nagyon érdekesen keresi a helyét, azt hiszem, hogy ő neki volt talán a legkomfortzónán kívüli, ez az első alkalom, mert nem tudja, hogy milyen ezt erről az oldalról csinálni, és nem is segítek neki eleget, de ez egy kicsit ilyen beavatás, találd meg a helyet, Tibikém, légy szíves, szedd össze magad. Szóval, de nagyon-nagyon izgalmas, ha lesz bármilyen zené az előadásnak, azt ő fogja írni. Meg van még valami, amiben ő nagyon sokat vesz részt, ami pedig az, hogy ez olyan számomra is nagyon izgalmas ez a projektünk, hogy 14-ben csináltuk az első közösségi színházi előadást, és most arra kiforrott úgy a mi saját munkamódszerünk, ahogy mi létrehozunk egy ilyen előadást, hogy azt gondoltuk, hogy érdemes ezt megörökíteni, vagy érdemes ezt megmutatni másoknak magát a folyamatot, ahogy mi a színházról gondolkodunk. És a Pálos Gyurit sikerült arra rávenni, vagy meggyőzni, hogy kísérje végig ezt a folyamatot velünk, és csinálj egy doksi filmet. Abból, ahogyan mi a komában a színházra gondolunk, ahogy készüljön egy dokumentumfilm arról, ahogy a magány létrejön. A nulladik lépéstől. És a Tibi ebben is nagyon sokat részt vesz, tehát ő annak a stábnak is része valahogy, ahogy így az átkötő híd a színház és film között, szóval a Gyuri stábjának része. A Tibi és segít abban, hogy legyen elég kameramozgató, vagy mikrofonos, vagy amire éppen szükség van. Ugye, akkor itt van a Gyuri, aki egy nagyon fontos része ennek a projektnek, és elképesztő biztonságot ad, hogy úgy tud ott lenni, hogy nincs ott, de nagyon... Nekem kicsit azokat az energiákat hozom, mint az Edith, ami nem, valószínűleg nem véletlenül nagyon sokat dolgoztak együtt, és egy ilyen nagyon, nagyon nagy biztonságot ad. És közben az is a tényleg elképesztő megtisztelő. Büszkévé tesz, hogy a Pálos Gyuri ott van körülöttünk, és figyeli, amit csinálunk, és kamerázza. És hát ez menő. És a Csíkszentmihályi Ajnácska az, aki még neki segít, aki az ő operatőre, a filmünk operatőre, akivel nagyon jó volt csinálni a filmeket, egy ilyen... Egyszer találkoztam eddig életemben, de az egy ilyen... Operatőröktől szoktam meg ezt a... Vagy hát azok az operatőrök, akikre én felnézek, vagy akikkel jó volt együtt dolgozni különböző filmes projektekben, azokban volt egy ilyen közös vonás, amit az Ajnácskában is érzek, ez a nyugalom, ez a... Megcsináljuk. Ez a... Filmes körökben nagyon sokszor lehet ilyen nagyon zizegő emberekkel találkozni, meg kell csinálni. Nem lesz kész, folyik ki a pénz, hogy jaj, hogy miért nincs ott, hogy miért nem arra, hogy nem ilyen. És az operatőrök, az igazán jó operatőrök, azok meg valahogy így nyugit árasztanak, és az, hogy nem lehet máshogy művészetet csinálni, mint úgy, hogy megnyugszunk. Na mindegy, nagyon jó találkozás az is, és remélem, hogy ez egy izgalmas folyamat lesz. A második szó, amit kihúztam, az a szerelem. Ez a második érzelem igazából. A szerelem a számomra egy kapcsolat eleje. Tehát amikor ez így megérik, ez a kapcsolat, akkor nyilván átalakul ez az egész szeretetté, ami szerintem egy magasabb rangú dolog, mert már nem a magától megtermelődő érzelem, hanem a szeretet az már valami több, szerintem az már egy döntés, az már egy munka. Ettől még egy jó dolog, de hogy abban szerintem már az egy fajsúlyosabb történet. A szerelem az meg egy ilyen felelőtlen, felhőtlen eufória. És azért húztam a szerelmet, mert a szerelem nekem ez a minden korlátot ledöntő kíváncsiságról szól, ez a meg akarlak ismerni, a számba akarlak venni, mindent tudni akarok rólad. Ez egy borzasztó megtisztelő meló, amit én csinálhatok itt, amihez nagyon sok alázatra van szükségem, ami nagyon vicces tőlem, de hogy... Én itt tulajdonképpen nem csak semmi mást ebben a munkafolyamatban, hanem megpróbálom a lehető legjobban ez alatt, az adott idő alatt megismerni ezeket az embereket. Először, amiben az Edith nagyon sokat segít, meg a Kristóf, hogy egy olyan légkör próbálunk teremteni nekik, ahol ők megmennek nyílni, és utána nekem az a feladatom, hogy figyeljek. Ez a harmadik érzésem, egyiket az üresség, ezt is akkor gyorsan ide veszem, hogy az a fontos, hogy én tényleg
miután sikerül őket egy ilyen bizalmi helyzetbe belerakni, ahol szeretnénk, hogy megnyíljanak, vagy alkalmat adunk rá, hogy megnyíljanak, akkor nekem semmi más feladatom nincs, mint hogy ezerrel figyeljek, hogy teljesen kiüresítsem magam, hogy minden prekoncepció helyett egyszerűen csak figyeljek rájuk, és legyek ott jelen, nekik. És ez egy nagyon-nagyon megtisztelő dolog, hogy megbíznak a történetükkel, hogy elmesélik, hogy megmutatják, hogy lemesztelintik magukat, és hajlandóak találkozni saját magukkal ott előttem. Vagy hát nyilván ott vagyunk mindannyian előttünk, de hogy engedik, hogy ezt így, mint tanú, végigkövessük. És aztán nekem ebből kell írnom egy darabot. De hogy most az a lényeg, hogy ez a szerelem, ez a meg akarlak ismerni, ez a minden érdekel belőled. Tudni akarom, hogy mi volt ez a félmosoly. Nagyon sokan az első alkalmon elmondták, hogy van valami, ami, de hogy azt most még nem, hogy majd... Nagyon örülök ennek, mert ez nyilván egyrészt jelzi, hogy szeretnének megnyílni, de közben azt is jelzi, hogy kell nekik az a biztonság, amiben ezt meg tudják tenni, amiből én meg arra következtetek, hát prekoncepció, tehát lehet, hogy nincs igazam, de arra következtetek, hogy ez egy őszinte dolog akar lenni, amihez viszont tényleg kell nekik egy olyan közeg, ami egyébként meg fog teremtődni. Az is nagyon izgalmas, hogy már volt, aki az első alkalommal azt mondta, hogy nem nagyon érzi jól magát ilyen sok ember között, de itt valahogy érzi az elfogadást. És hát ez az abszolút cél. Az abszolút cél. Az elfogadás. Én nagyon... Találkozunk jövő héten. Majd még mesélek. Arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel! Mit tudom én, lájkoljatok, amit akartok, nem tudom. Van ez a csatorna, csinálunk ilyen videókat, csinálunk más videókat is, a Tibinek vannak zenéi fönt. Gyertek, vegyetek részt az életünkbe, legyetek komák!